Sziasztok, ez a Hajónapló, Dunai Misi vagyok, innen jelentkezünk az A38 hajóról. Mint azt bizonyára tudjátok, ez az a műsorunk, amelyben művészeknek adunk lehetőséget a megjelenésre ebben a nehéz helyzetben, és így biztonságosan juthat el hozzátok a kultúra akár minden nap. A mai műsorban D. Varga Ádám lesz az előadónk, aki arról fog mesélni, hogy hogyan éli meg ezt a vírus okozta nehéz helyzetet, és milyenek a mindennapjai, hogyan tölti őket egészen addig, amíg végre újra játszhat színházban. Maradjatok velünk! Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban több lehetősége van az embernek elmélyülni önmagában. Több időt tudunk fektetni önmagunk megismerésére, arra, hogy éppen milyen fázisában tartunk az életünknek. Több időm van a szakdolgozatommal foglalkozni, olyan projektekbe tudok belekezdeni, amivel nem volt lehetőségem korábban foglalkozni. Valamint a zenekarunkkal, a Dante-val és több lehetőségünk van dolgozni. A saját számainkat dolgozzuk fel, mindenki otthonról felveszi a saját videóját, és ezt online felületen próbáljuk közzétenni a hallgatóink számára. És bízunk benne, hogy minél több emberhez eljutnak ezek. Számomra felemelő érzés, hogy a színházak online elérhetővé tették az előadásaikat, mert így meg tudok tekinteni olyan előadásokat, amikre nem volt lehetőségem korábban, valamint olyan helyeken is megnézni előadásokat, ahol el se tudtam volna jutni. Így például legutóbb a Katona József Színháznak tudta megtekinteni az egyik előadását. Érdemes követni egyébként a zeneszerzőket is. Lovasi Andrásnak volt nemrég egy online koncertje közösségi médiában, és azt is végülis közösségi élmény lett abból, hogy több ezren nézték együtt, és ez olyan lett, mintha egy koncert lenne igazából, mégis online felületen és otthon bezárva, de mégis biztonságban. Én csatlakoztam a Motto kezdeményezéshez, ami a Művészek az Otthoni Oktatásért akciót foglalja magába. Ebben művészek, színművészek, zeneszerzők is beletartoznak, és irodalmi műveket olvasunk fel iskolásoknak. Pedagógusok adják le a listát, mi pedig teljesítjük a kérésüket, felmondjuk videóba és online felületen keresztül jut el az online oktatásban résztvevő diákokhoz a felvétel. Valamint Szabó Rihárd tanárúrral vettem fel a kapcsolatot. Ő a Budapesti Diák Szempont általános iskola második osztályának a tanára, és nekik segítek ugyanígy irodalmi anyagokat felolvasni. Megbeszéltük a tematikát, én az alapján választottam ki irodalmi anyagokat, nyilván második osztályosokról van szó, úgyhogy főként gyerekverseket olvasok fel nekik, de nagy örömmel tölt el, hogy így is tudok segíteni és valamit adni a gyermekek számára. Ág István Útonálló című költeményének alcíme a karaktergyilkosság áldozatainak, és ebből azért már sok mindenre lehet tippelni, hogy miről szól ez a vers. Egyébként kitűnik belőle, hogy a versbéli beszélőnek az eredeti bűne egy petíció aláírása volt, de hamarosan ez a személyes érintettség kinövi magát. A vers végére még az is kiderül, hogy csak is az létezett, akikről ők mondták, hogy létezik. Ki a versbéli beszélő? Mi volt a bűne pontosan? Kik azok az ők? Talán, hogyha nagyon figyeltek, kitűnik D. Varga Ádám előadásából. Ág István, útonálló. A karaktergyilkosság áldozatainak. Bujak Ákics, Vadzab, Szederinda települt a kapálatlan sírra. Vén, elhagyott parlagnak tűnhetne, ha nincs ez a fejfa beletűzve. Kit leplez a növényzet? Miféle bűn az, melynek ez a büntetése? Mint az élő a holtra kíváncsi, mennék tovább. Mégis meg kell állni. Lonckúszik keresztbe az íráson.
Míg a nyaklott fejfáról lerántom, megdermeszt a fölébresztett emlék. Idegen, nagy, hideg hüllő szem néz. Elém csúszik, vagy én támadok rá. Árammal sújt, bár nem érek hozzá. Megbénít a tehetetlen szégyen, mintha ott lennék a röpgyűlésen. Az meg itt, kitelibe találtam petíciónk aláírásával. Bár én akkor azt se vettem észre, kinek, mitől lettem ellensége. Folyt az elképesztő gonosz játék. Nem sejtettem, mekkora csapás ér. Nevemet, mint nyilvános szitokszót meghurcolták szorgos végrehajtók. Csöndben. Mintha semmi sem történne. Lopódzott a nem várt bal szerencse. Az létezett, akiről ők mondták. Hogyha kellett, megszüntették egymást. Ember embernek lett Trianonja. Egészen a szívig darabolva. Amíg fölöttünk az idő elmúlt, valamiképp mindenünk belecsonkult. Tőzsér Árpád költő pályakezdését a tájélmény és például az Adira is emlékeztető sátános jellegű hangvétel is jellemzi, indulatát később analitikus látásmóddal társította, és igen gazdag képi világgal kapcsolja össze. Tőzsér Árpád az Átlátszó patkány című versét fogja most nektek előadni, D. Varga Ádám. Tőzsér Árpád, az Átlátszó patkány. Rend, mint egy kihalt nyelvben. Az ölfák szókincse, ragjai rendszerbe rakva, szabályos struktúrákat alkotva töltik meg gyermekkorom udvarának szigorú grammatikáját. Apám asztalos és ács. Nem tűr hanyag idiómákat. Ha egy fűrész nem aszerint a ragozás minta szerint, nem arról a szegről vicsorít az ölfarakásokra, amely a fűrész számára rendeltetett, képes éjjel is felkelni, és a térszerkezetet helyére billenteni. Éjjel van. Hajnal. Alszom, álmodom. Diák vagyok. Itthon már félig idegen. Minden rajtam kívül történik. Mintha késekkel dobáltak volna körül. Nem tudok kimozdulni a saját sziluettemből. Nem tudok felébredni. Az éjszaka az agyba álma folytatódik. Apám elemlámpával pásztázza a farakások bonyolult belső járatait. És a sötét labirintusban talán az olvasmányaim talányos minotaurusza bolyong. Apám ugyan patkányt kiáltott. Arra ébredtem. De bennem elevenebbek a mesék, a mítoszok. És hogyha patkány van az egyik farakásban, akkor az csak a kínai zodiákus első állata lehet. A neve ott Nagy Egér. 300 évig él, s 100 éves korában, akár a vámpírok a nappali fénynél, kifehéredik. A mi patkányunk feltehetően most 100 éves. Mielőtt befutott egy farakás alá, láttam, hogyan világosodik ki a szűre, s lett ő maga áttetszővé. Bele lehetett látni, mint a kísértett halba. És én csak belső részeket, beleket, zsigereket láttam úszni a korahajnal zavaros akváriumában. Aztán már az sem. Csak az áttetsző patkány képtelensége, s mégis létező képzete maradt az udvar emelőhálójában. És a fogalmak vehikulumai, melyekből nincsen kiút. A sejtés mélyebbre hatol bennük, mint a megnevezésük. De az átlátszó patkány úszik legmélyebbre. A gúlába rakott versolok legalsó hasábjai között neszez. Ott,
ahol már a vak sötét lét kezdődik. Hallom, ahogy a létigéket, a ragok börkét